Noha több mint 70 éves hagyománya van a mezőgazdasági szakemberek kinevezésének a Szabolcsi megyeszékhelyen, épp 60 éve 1961-ben indult az első ilyen felsőfokú képzés, a gyümölcs és a szőlőtermesztés az akkori mezőgazdasági technikumban. A főiskolai rangot 1970-ben kapta meg az intézmény, amely 2016 óta már egyetemként működik. A megye mezőgazdasági jellegéből adódóan kezdetben az agrárszakképzésre helyezték a hangsúlyt, ahogy pedig egyre fontosabb feladattá vált a mezőgazdaság gépesítése és az eszközpark karbantartása, úgy ez a képzési kínálatban is megjelent. Noha a paletta és a hallgatók létszáma változott az idők folyamán, a piaci igények monitorozása mindig is fontos volt az intézmény számára. Ahogy korábban is a felülről irányított tervgazdálkodás, nevezük így, kikényszerítette a változást, ma pedig a piac kényszeríti ki a változást. Nálunk ez mindig is fontos szempont volt, hogy hallgassuk meg azon cégek véleményét, akiknek képezzük a hallgatóinkat. Nagyon jó példa és nagyon jó együttműködés erre például a duális képzésünk, ami legfőképp a mérnöki területeken, de más területen is természetesen működik, és e tekintetben rendszeresen fél évente szoktunk duális kerekasztal beszélgetéseket tartani azokkal a vállalkozásokkal, akiknél a hallgatóink képzésben vesznek részt, így rögtön első kézből visszakapjuk azt a visszacsatolást, hogy jó-e az, amit csinálunk, és mit érdemes rajta változtatni. Az egyetem tehát elsődleges feladatának tekinti, hogy a piaci elvárásoknak és a keresletnek megfelelve szolgálja ki a régió igényeit. Ezért volt mindig is fontos, hogy a képzések minél gyakorlatorientáltabbak legyenek, valamint hogy az itt végzettek a térségben maradjanak és helyezkedjenek el. Most, hogy modellváltáson esett keresztül a Nyíregyház Egyetem, egy nagyon fontos indikátort vezetett be a ITM, mint fenntartó, illetve mint ágazati irányító. Egész pontosan vizsgálja azt, hogy az itt végzetteknek milyen az úgynevezett regionális megtartó ereje. Azaz, az itt végzettek mennyien maradnak itt a térségben, és vállalnak itt munkát. És azt kell mondjam, hogy ebben viszonylag, sőt, nem is viszonylag, egészen jók vagyunk. Vannak olyan képzési területeink, akár említhetném az agrár, de a pedagógus képzésünk is ilyen, ahol ez az érték 80% fölötti. Tehát az itt végzettek 80%-a itt marad a régióban, és számukra nagyon fontos, hogy ez legalább ilyen szinten maradjon a jövőben is. A 60 éves nyíregyházi mérnökképzést idén nagyszabású rendezvénnyel ünnepelték volna meg az egyetemen, a járványhelyzetre való tekintettel azonban az eseményt későbbre halasztották.